Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az AgroHungária Kft. Telephelyén, dr. Farkas Bélával beszélgetünk. Véget ért az aratás, elégedette? Az aratásnak vége van, nagyjából elégedettek vagyunk, bár a mi térségünkben az átlagtermés igaz, hogy a tavalyhoz képest jobb, de másokhoz viszonyítva kevésbé. Országosan azt gondolom, Magyarországon most a buzatermés és az őszi árpa egy jónak mondható. A minőséggel sincs különösebben probléma, bár utóbbi időben mondták már azt, hogy jöttek be takamányértékű buzák, de alapvetően kiteljesedett a szem, fuzárium nem volt, tehát összességében azt gondolom, hogy azt a minőséget produkálta az ország, ami elvárható, egy picit átlag fölött is. Visszatérve kicsit a kunságra, itt sajnos kötött földek vannak, itt örök belvízveszély van, idén is volt, így a mi termés átlagunk alacsonyabb, jóval, mint az országos, de hozzáteszem a tavalyhoz képest, a nagyasztályhoz képest viszont lényegesen jobb. A terményeket elhelyeztük a raktárokban, illetőleg értékesítettük, és azt hiszem országosan is ez a jellemző, mert ez a termés azért lényegesen nagyobb, mint a tavalyi, de messze nem az a rekord, aminek mondjuk tanulja voltam, lassan most már 43. éve dolgozom a pályán, és néhány nagyobb rekordot megéltem, utóbbi időben kevésbé természetesen, mert egy nagy átalakuláson ment át a magyar mezőgazdaság, és ez rányomta a bélyegét azért. Itt említette, hogy sokan értékesítenek, viszont most nagyon alacsonyak az árak. Tehát aki tudja, ön is azt javasolja, hogy próbálja betárolni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ténylegesen lementek az árak, és várakozás alá. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi 48-52 ezer forint per tonnás árat vártunk, semmiképpen se 60-70 ezer forintot, ami a kifutó készleteknek egy nagyon magas, ha úgy tetszik, irreális ára volt, de azért a 48-52 ezer reálisnak tűnt. Körülbelül 50 ezer forint per tonna az az ára, hogy az önköltséget ki tudjuk termelni egy pici eredménnyel. Na most aki az 5 tonnát, mert ez azt jelenti, nem érte el, ott bizony még veszteség is képződhet. Például mi se értük el, tehát ha nem lennének az EU-s támogatások, akkor egyértelműen veszteséges ezen a vidéken a termesztés. Az árak tehát lezuhantak, és ebbe benne van az, hogy a kereskedők nyilván meglovagolják azt a helyzetet, hogy ilyenkor a gazdálkodók jó része nem rendelkezik tárolókapacitással, tehát kényszerpályán van, és hát a banki hitelek is most járnak le, tehát sok embernek kell a pénz. Egyébként is a következő év érdekében meg kell kezdeni a tárolóhántást, a tápanyaggazdálkodást, tehát ez mind pénz visz el. De hozzáteszem most már több egyére, hogy bizony ez az ár alacsonyabb, mint amit vártunk, és egyáltalán nem olyan jó a helyzet. Termés oldaláról jónak tűnik, de a bevétel az eredmények oldala kevésbé. Ugye 43 ezeré, 40 ezeré vették először, és most már 40 ezer alatt is vannak árak. Ez már azért túlzás, azt kell, hogy mondjam. Most ezek az árak nem nagyon fognak mozdulni, de hogy látja itt a karcagiakat ismerve, hogy mindenki próbál most ilyen áron is, vagy akkor inkább próbálnak várni, hogy hát ha följebb megy a 48 ezerre, vagy 50 ezerre. Igen, hát aki tőkeerős, akinek van tárolókapacitás, ez a kettő jelen van, az megkockáztathatja azt, mert vélhetőleg, ha letárolja, többet fog érni ez. Aratásban mindig lemegy, mindennek az ára. Tehát azt gondolom, hogy igen, én is így csinálom végül is, tehát van egy nagyobb tömegű árum, de ez első van vetőmag, ami viszont természetéből adódóan később értékesítésű, de hogyha árubúzára gondolok, lenne tőkém, lenne elég tárolókapacitásom, én is letárolnám a felesleges árubúzát. Miközben ez könnyű kimondani, de ugye vagy van kapacitása, vagy nincs tárolókapacitása, vagy van pénze, vagy nincs, és azt sem lehet 100%-osan kijelenteni, hogy föl fog menni az ár, vélhetőleg fog emelkedni, de azért a világpiacot is ismerni kell, és nem rosszak a termések a világpiacon, például a közvetlen konkurencia Ukrajna most nagyon szépen aratott, és ő nagy vetétás ilyen tekintetben, de az európai országokban is egészen jó buzatermés volt. Az árat még olyan szempontból is meg kell közelíteni, hogy a repce ára is nagyon lement, borzalmasan lement, a napraforgói már 100 000 forint per tonna alatt van, miközben még nemrégen 120 000 volt. Tehát ez most egy kicsit üt bennünket, mert ezt azért nem vártuk, a buzánon ezt kifejtettem, de el kell ezt mondani, a repcénél, a napraforgónál, és most a kukoricánál. A kukorica ára olyan rohamosan zuhan le, és itt megjelentek a különböző újságcikkek, hogy rekordtermés lesz, na ezzel még csinyán, mert most akkora melegség van, akkora aszály van, hogy besülhetnek a porzók, tehát egyáltalán biztos, hogy a termékenyülés jó lesz. Különösen a hosszabb tenyészdei kukoricáknál nem, vagy aki nem tud öntözni, hát az öntözés megint megérne egy misét, hogy miért öntöznek csak 70 ezer hektárt Magyarországon, amikor lehetne 1 millió hektárt.